Köszöntöm a kedves hallgatókat a mikrofonnál, Király Tamás, ez pedig a Hírmix, az Ultrahang hír összefoglaló műsora, 2022. június 16-án csütörtökön. 15 óra 33 perc van, amikor a mostani adást rögzítem, és még mielőtt belekezdenénk, mindenkinek köszönöm, aki feliratkozott a YouTube csatornákra. Tegnap egy nagyon szép számot elértük, ez pedig a 77.777 csupa hetes, úgyhogy gőzerővel száguldozunk tovább. Arra gondoltam, hogy ha idén elérjük a 100.000 felirat nem tudom, van -e erre esély, akkor szervezünk valami nagy rendezvényt itt Budapesten, egy biztonságpolitikai konferenciát, sok-sok szakértővel, meg programmal, meg minden. Úgyhogy köszönjük, ha feliratkozna, és lesznek előadásaink is, többek között Zalaegerszegre megyünk jövő héten. És itt egy fontos technikai információ, hogy június 23-án csütörtökön 17 órakor Nógrádi Györgyel, és június 24-én pénteken szintén 17 órakor Resperger Istvánnal vanna a illetve Kiszeri Zoltánnal tartunk majd közös ultrahang találkozókat, és üzenik a szervezők, hogy nem kell regisztrálni a rendezvényre, a Nógrádi Györgyös rendezvényre, tehát aki csak akar, jöjjön bátran a 23 án A pénteki 24 ei rendezvényre viszont megköszönik, hogyha regisztrálnak, erről bővebb információt a videónk leírásában találnak, és továbbra is örömmel fogadjuk a támogatásaikat a képernyőn és a leírásban található bankszámlasszámokon, illetve Paypal-on keresztül is tudnak nekünk támogatást küldeni akik most támogatnak minket, azok egyrészt hogy meg fogják kapni a vágatlan felvételeket Zalaegerszegről, másrészt elküldjük az ultrahang elején található zenét. És még egy szolgálati közlemény, hogy ma délelőtt kitettünk Nógrádi Györgyel egy közös videónkat, amit nem lehetett lejátszani órákon keresztül. Számunkra érthetetlen okok miatt kommentelték a hallgatók, hogy nincs hang, nincs hang, nincs hang. És érdekes volt, mert asztali gépről, meg böngészőből le lehetett játszani, de a YouTube alkalmazásból nem. Aztán mára már már a világrendje most már le lehet játszani, úgyhogy ezt a videót is megtalálják a leírásban, és akkor a legfrissebb Nógrádi György videót is megnézhetik. Most pedig akkor jöjjenek az orosz-ukrán háború legfrissebb híreit. Az ukrán fegyveres erők drónfelvételt tettek közzé két T-90-es orosztank megsemmisítéséről. A harckocsikat egyébként az amerikai páncéltörő rakétarendszerek segítségével győzték le. Továbbra is folytatjuk a harci küldetések végrehajtását és az orosz megszálló megsemmisítését, így fogalmaztak az ukrán fegyveresedők szóvivői telegramon. Na ennek ellenére azért nem állnak annyira jól a harcok jelenleg uh, Ukrajnában, és Zelenszky például már bejelentette, hogy tárgyalna, ugyanakkor azt is hozzátette, hogy akkor, hogyha Uk uh, Oroszország kivonja a csapatait, tehát uh, azért nem annyira egyszerű és feltétel nélküli a tárgyalás. Zelenszky egyébként megígérte, hogy nem fognak orosz lakónegyedeket lőni, és kijelentette, hogy bár mikor kész tárgyalni Vladimir Putin orosz elnöke, minden alkalmat meg kell ragadni a háború befejezésére, nyilatkozta. A Dán újságítók tették fel azt a kérdést neki, hogy Ukrajna ágyúzza-e majd Oroszország területét, ha ebbe a nyugat beleegyezik, mire az a válasz érkezett, hogy nem, nekünk nem érdekünk a civilek ágyúzása, fegyverekre az államok felszabadításához van szükségünk, és Zelenszky azt is kijelentette, hogy vannak Ukrajnában olyan helyek, ahol az ukrán erők az orosz csapatoktól több mint 100 kilométerre helyezkednek el, ezért Zelenszky szerint Ukrajnának olyan fegyverekre van szüksége, amelyek ilyen távolságból képesek elérni az Oroszországba behatolt ellenséges erőket. Az államfő azt is kijelentette, hogy bármikor kész tárgyalni Vladimir Putyin orosz elnökkel, közvetítőkkel vagy nélkülük a háború befejezéséről és az orosz csapatok ukrán területekről történő kivonásáról. Úgy vélekedett, hogy ma már csak Putyin dönti el, hogy az orosz hadsereg leáll-e vagy sem, és megjegyezte ugyan. Akkor, hogy az ukrán társadalom támogatása az Oroszországgal folytatott párbeszédhez napról napra csökken, mert nincs bizalom. Én mégis úgy gondolom, hogy bármilyen nehéz is legyen, minden lehetőséget ki kell használni a háború befejezésére, tette hozzá. És Zelenszky kifejezte a meggyőződését, hogy amennyiben az orosz hadsereg győz Ukrajnában, akkor Putyin bizonyosan tovább megy. Biztos vagyok abban, hogy ha Ukrajna nem lesz elég erős, akkor tovább mennek. Kiev nem a cél a vágyott maratonjukon, ez csak egy erős rajt a számukra, így fogalmazott az elnök. A napokban mi is több beszélgetést folytattunk itt az Ultrahang csatornáján arról, hogy vajon mi Putyinnak a szándéka, mert vannak, akik azt mondják, hogy a Novorosszia koncepciót szeretné megvalósítani. Dr. Tóth Norbert nemzetközi jogász fogalmazott úgy, hogy a Moldáv vezetés például az elmúlt napokban biztos nem aludt annyira nyugodtan. Tehát nagy kérdés, hogy merre tovább, és az amerikaiak vélhetően ezért is fogalmaztak korábban úgy, hogy Szeretnék elvenni Putyinnak a kedvét attól, hogy újabb területekre nyomuljon be. Önbizalommal teli nyilatkozatot adott Anthony Blinken, amerikai külügyminiszter, aki azt mondta, hogy Ukrajna le fogja győzni Oroszországot. Az amerikai külügyminiszter fenntartotta, hogy a közel négy hónapja tartó háború mérlege nem fordult Oroszország javára, és azt mondta, hogy Ukrajna jelentős veszteségeket szenvedett a Donbassi régióban zajló heves harcok során, ám Blinken szerint az ország meg fogja őrizni a szuverenitását még jóval azután is, hogy Vladimir Putyin orosz elnök leköszönhet az ukránok az országukért harcolnak, a jövőjükért harcolnak, a szabadságukért harcolnak. Nem világos, hogy az oroszok miért harcolnak, azon kívül, hogy előmozdítsák Vladimir Putyin szeszélyeit, és azt a bizarr meggyőződést, hogy Ukrajna nem szuverén, független ország, és hogy valahogy Oroszországba kell beolvasztani. Ezért meg vagyok győződve, és biztos vagyok benne, hogy a nap végén Ukrajna függetlensége, Ukrajna szuverenitása fog érvényesülni, és még jóval azután is megmarad, hogy Vladimir Putyin távozott a Brinken szerint az Ukrajnában tapasztalható szörnyű halál Oroszország agressziójának eredménye, és a háború végéig folytatódni fog, nem kívánt közvetlenül állást foglalni azokkal a felvetésekkel kapcsolatban, amelyek szerint Ukrajnának területi engedményeket kellene tennie Oroszországnak a háború befejezése érdekében. Ukrajna jövője az ukránokon múlik, mondta Brinken, és az hozzátette, hogy az ukrán népen múlik, és végső soron ezeket a döntéseket a demokratikusan megválasztott. Kormány hozza meg, beleértve Zelenski elnököt is. Neki kell majd eldöntenie, hogy mi az ország, a nép érdeke és mi ezt támogatni fogjuk tette hozzá és azt hangsúlyozta, hogy az ukránoktól várjuk, hogy eldöntsék mi az érdekük. A kievi Nemzetközi Szociológiai Intézet múlt hónapban közzétett felmérésre szerint az ukránok 82%-a ellenzik, hogy a békeszerződést úgy biztosítsák, hogy az ukrán területeket bármilyen körülmények között átengedjék Oroszországnak. Blinken ellentéte, az pedig egy másik nyilatkozat, két éven belül eltűnhet Ukrajna a térképről, ezt üzente a volt orosz elnök. Az orosz-ukrán háború kitörése óta számos erős megjegyzést tett Dmitri Medvegyev, aki Ukrajna és Nyugat kapcsán nyilatkozott, de a mai talán mindegyiken túltesz, mert abban gyakorlatilag azt pedzegette, hogy két éven belül eltűnhet a térképről Ukrajna. A portfólió írta meg, hogy a kijelentésre még a Kreml szóvivője is reagált, aki azt hajtogatta, hogy Ukrajnának tényleg nagy gondjai vannak, és mivel nem hajlandó engedni, ez nem sok jóval kecsegtet a jövőjét illetően. Medvegyev egyébként egészen pontosan a következőt mondta: lenne egy kérdésem. Ki mondta, hogy Ukrajna két év múlva még rajta lesz a térképen? Persze Amerikát ez nem érdekli, annyira elvesztek az orosz ellenes projektjükben, hogy már semmi nem számít nekik. És a portfólió megjegyzi, hogy Medvegyev megjegyzésére azért érdemes odafigyelni, mert Vladimir Putyin elnök egyik legfőbb bizalmasa, olyannyira, hogy amikor Putyinnak nem engedte az alkotmány, hogy továbbra is elnök maradhasson, akkor az átmeneti időből Medvegyev lett egyébként az elnök a miniszterelnöki tisztségéből, majd tőle vette át az elnöki posztot, Medvegyev pedig újra miniszterelnök lett, jelenleg pedig az orosz biztonsági tanács elnök helyettese. Emellett azért is fontos a jelzés, mert Putyin a háború megindítása előtti napokban tartott utolsó nagy beszédében gyakorlatilag Ukrajna nagy részének elfoglalására, a térképrők való kvázi letörlésére utaló megjegyzéseket is tett, így tehát a háború megindításának ez lehet a legfel célja, és a Portfolio.hu megjegyzi, hogy azóta másként alakult eddig az eseménysor, aminek számos oka volt, jó részt az oroszok félre kalkulációja, ahogy azt a brit hírszerzés állítja. Nem véletlen, hogy a tétek emelésével az orosz vezetés egyik célja most az lehet, hogy a világ számos részén éhínséget generáljon az ukrán gabona export blokkolásával, hogy a nyugati szankciók egy részét el tudja érni. Igaz, éppen a napokban jelentették be, hogy a lengyeleknél épülnének silók a szállítmányozás segítségére. Emellett a gázpiacon is láthatóan fokozza a nyomást a putyini vezetés, mert éppen tegnap és ma jelentették be, hogy jócskán letekerik az egyik legfőbb európai szállítási útvonalon Németország felé a gázszállítást, hogy ezzel is magas árakat érjenek el, illetve nehezítsék a tárolók térre való feltöltést. A portfólió cikkéhez képest én talán egy kicsit másként látom a helyzetet, ha megengedik, hogy elmondjam. Szóval én azt gondolom, hogy ennek a háborúnak egyelőre a gazdasági vesztese az nem Oroszország. Hát látjuk azt, hogy a rubel erősödik, látjuk azt, hogy nincsen Oroszországban kormányváltó hangulat, látjuk azt, hogy az oroszoknak azért bőven van a hadseregben is tartalékuk, Pont a mostani Nogredi Györgyös műsorban kérdezték, hogy miért nem vett be Putyin nagyobb erőkkel hadsereget. A másik, hogy én azért azt sem gondolnám, teljesen, hogy Putyin el akarta volna foglalni egész Ukrajnát. Én inkább azokkal értek egyet, akik azt mondták, hogy a kelet-ukrajnai területekre összpontosított alapvetően, illetve meg akarta azt oldani, hogy Ukrajnának ne legyen tengeri összeköttetése, és a többi területre pedig azért nyomultak be, hiszen onnan jön a fegyverellátmány, az utánpótlás és egyebek, és ezzel akarták akadályozni azt, hogy az ukrán csapatokat megfelelő módon felszereljék. Ugye itt a brit hírszerzésre hivatott a portfólió cikke, de hát azért szerintem a brit hírszerzési jelentőseknek egy nagyon nagy része az inkább a propaganda része. Ö, ugye, az ö, volt, hogy az oroszok félre kalkulálták a dolgokat. Szerintem az oroszok azt a részét, és velem ezzel kapcsolatban is sokan vitatkoznak, de én ezt tényleg egy kicsit így érzékelem, hogy az oroszok nagyobb. Ö, örömteli fogadtatásra számítottak az ukránok részéről, és azt gondolták, hogy nagyon sokan fognak átállni. És ehhez képest az ukránok egy sokkal keményebb, úgynevezett honvédő háborút folytatnak. Az én így látom, nekem ez a véleményem, és ebben kellett átkalibrálni dolgokat. De hát azért egy háború az szerintem olyan, hogy a felek kalkulálnak különböző lehetőségekkel, és a nem várt lehetőségekkel is kalkulálnak. És azt is látjuk, ahogy azt is többször elmondtuk most már az elmúlt hetekben, hogy most már az orosz hadsereg összeszedte magát, és a háborúnak ezen szakaszában kifejezetten haladnak előre, és valósulnak meg a katonai célok. Ma úgy tűnik, hogy az Erős Mondatok Napja, van. Mark Milley, az amerikai vezérkari főnökök egyesített bizottságának elnöke azt mondta, hogy az ukrajnai háború jellege egyre inkább az első világháborúira kezd hasonlítani. Úgy fogalmazott Ukrajnában most egy olyan súlyos veszteségekkel járó állóháború zajlik, mint amilyen az első világháborúban volt megfigyelhető. Szerinte az oroszok csak nagyon lassan és nagy veszteségek árán nyomulnak előre, és az is elképzelhető, hogy előbb-utóbb akkora veszteségeik lesznek, hogy amiatt összeomlik az amúgy is sok problémával többek közt hadviselés, hadvezetési, logisztikai, morális nehézségekkel küzdő hadsereg. A vezérkari főnök mindemellett elismerte, hogy a számok most még az oroszok mellett szólnak, de ennek ellenére szerinte a kelet-ukrajnai csata nem egy lefutott verseny. Mark Milli ezzel összefüggésben azt is elmondta, hogy tudomásuk szerint Szeverodonyáck városának háromnegyedét elfoglalták az oroszok, de az ukránok még mindig utcáról utcára, házról házra küzdenek azért, hogy megállítsák őket. Azt is lehet hallani egyébként, hogy a hadsereg morája már Ukrajnában sem annyira jó. Pont a napokban mondta valaki, hogy az ukránok például a fegyvereiket adják el, hogy élelmet és ellátást kapjanak, mert annyira rossz állapotban vannak. Ennek ellenére ugye érdemes talán azt ö, hangsúlyozni, hogy nagyon keveset tudunk a valóságban, hiszen itt zajlik ezzel párhuzamosan egy propaganda háború és számos dezinformáció. Köszönöm, hogy megnéztétek! Az Egyesült Államok további 1 milliárd dolláros fegyvercsomagot ígért Ukrajnában. Joe Biden amerikai elnök még korábban bejelentette, hogy 1 milliárd dolláros fegyvercsomagot szállít Ukrajnának, miután Kiev segítséget kért a keleti és déli fronton tapasztalt nehézségek miatt. A szerdán megerősített támogatási csomag 18 további talackot tartalmaz taktikai járművekkel a vontatásukhoz, 36.155 mm-es lőszert a tarackokhoz, és két harpun parti védelmi rendszert eszközölte a Védelmi Minisztérium a Guardian szerint. Eközben Stoltenberg a NATO főtitkára kijelentette, hogy a szövetség fokozza a fegyverszállítást Ukrajnába. Noha Ukrajna örömmel fogadta az új ígéreteket, azt állítják, hogy nem elég gyorsan jutnak el hozzájuk a fegyverek. Három nyugati vezető is Kijevbe utazott, Emmanuel Macron francia elnök, Olaf Scholz német kancellár és Mário Draghi olasz miniszterelnök vonattal utazott Ukrajna fővárosába, hogy kifejezzék a támogatásukat. A három európai vezető látogatásának megszervezése hetekig tartott, mivel Kijev élesen kritizálta őket a hozzáállásuk miatt. Ukrajna Franciaországot, Németországot és kisebb mértékben Olaszországot is azzal vádolta, hogy lassan szállítja a fegyvereket, és és szerintük saját gazdaságukat Ukrajna biztonsága elé helyezték. Az ukrán főtárgyaló szerint naponta ezer ukrán katona hal vagy sebesül meg a Donbass-i harcokban. Ö, azt mondja, hogy a legnagyobb problémája a védekezésnek az, hogy Ukrajnának több fegyverre és lőszerre van szüksége. Ezt Washingtonban jelentette ki David Arahamia, az ukrán kormány főtárgyalója. Az Axios amerikai hírpoltás szerint a politikus arról számolt be amerikai partnereinek, hogy Ukrajna egy millió katonát verbuvált eddig, és további két milliót képes még csatasorba állítani. Mark Milley, amerikai vezérkari főnök naponta százra becsülte a halottak, és négyszázra a sebesültek számát, és úgy vélte, hogy Oroszország is tetemes veszteségek árán képes csak fokozatosan területet szerezni, ahogy erről már korábban is beszéltünk. Ugye nagyon érdekes, hogy korábban az ukránok az orosz veszteségekről számoltak be, és a sajátjaikról kevésbé, itt most azt mondja az ukrán főtergyaló, hogy naponta ezer ukrán katona hal vagy sebesül meg. Az amerikai vezérkari főnök meg azt mondta, hogy naponta száz a halottak és négyszáz a sebesültek száma. Tehát megint az van, hogy még egy közös kommunikáció esetén is nagyon nehéz látni a valós számokat. Természetesen minden egyes emberi életér kár szerintem ezt a legfontosabb hangsúlyozni. Szlovákia helikoptereket és rakétákat küldött Kievnek öt mi sorozatú katonai helikoptert és több ezer rakétát adományozott Ukrajnának. Ezt a szlovák védelmi miniszter jelentette be. És akkor még egy béketárgyalással kapcsolatos hír, hogy Oroszország fő tárgyalója Vladimir Medinsky azt mondta, hogy Moszva kész újraindítani a béketárgyalásokat Kievvel, de azt állította, hogy még nem kapott választ a legutóbbi javaslataira. A béketárgyalások március óta akadtak el, és Medinsky szerint Kiev a hibás az előrelépés elmaradására, Adásáért, és emlékezhetünk arra, hogy két feltétellel lenne hajlandó Zelenszky tárgyalni. Egyébként azt mondta ez június 14-ei hirtet két nappal ezelőtt Zelenszky, hogy ha Oroszország véget akar vetni a háborúnak, akkor tárgyalóasztalhoz kell ülnie, Ukrajna nélkül nem lehet tárgyalóasztalhoz ülni, Ukrajnával kapcsolatban ez nyilvánvaló, ezért ezeknek a tárgyalásoknak közvetleneknek kell lenniük, beszélhetünk közvetítőkkel, vagy akár azok nélkül, is, ha a támadók befejezik a háborút és elhagyják a területeinket, én személy szerint bármikor készen állok egy ilyen találkozóra. Zelenszky tehát itt azt mondja, hogy szeretne egyrészt egy tűzszünetet, másrészt pedig a területekről való kivonulást. Ez nem valószínű, hogy megvalósulhat. És ahogy az előbb említettem, ugye a helyszínen tartózkodik Emmanuel Macron, Olaf Scholz és Mário Drági, már megérkeztek és többek között felkeresték. Kievben az Irpin negyedet, ahol Klaus Joannis román elnök is csatlakozott hozzájuk. Irpin városa, ahogy előtte bucsa, az orosz-ukrá háború kegyetlensége és az értelmetlen erőszak szimbólumává vált, ezt mondta Olaf Scholz, német kancellár, és hozzátette, hogy a háborúnak azonnal véget kell vetni. A területen mintegy 300 civil holttestét találták meg azt követően, hogy az orosz csapatok március végén kivonultak onnan. A vezetők később tárgyalnak Volodymyr és Zelenszky elnökkel az ország további katonai és pénzügyi támogatásáról, valamint Ukrajna-Európai Uniós csatlakozási kérelméről is. Ezzel párhuzamosan a luhászki kormány arról számolt be, hogy az ukrán katonák igyekeznek visszaszorítani a támadókat Szeverodonyákban, de a város 80%-a már orosz irányítás alatt áll. Ezek voltak most az orosz-ukrán háború legfrissebb hírei, és akkor egyéb hírek Szabó József szerkesztésében. Mindenek előtt, mivel tegnap előtt óta még nem volt hírmix adásunk, ezúton szeretném én is a gratulációmat kifejezni a magyar válogatottnak. Csodálatos mérkőzést láthattunk tőlük, és ezzel kapcsolatban egy hír, hogy a BBC tudósítójának a jelek szerint kifejezetten tetszett a magyar himnusz meggyalázása. A magyar-angol mérkőzésről szóló élő közvetítésben a tudósító a himnusz kifütyülését követően megjegyezte, hogy ez a himnusz aztán tényleg nem volt semmi. Wolverhampton igyeksz a legtöbbet kihozni abból, hogy válogatott meccsnek adhat otthont, a szurkolók pedig nem féltek hangokat adni a véleményüknek a magyar himnusz alatt. Mint ismert, a magyar válogatott a szurkolói 2020-as ebén mutatott viselkedése miatt három meccsel zárt büntetést kapott, amelyből egyet felfüggesztett az UEFA, az angolok ugyanakkor a tavalyi EB döntőn tapasztalt szurkolói rendvontások miatt kaptak egy meccses zártkapos büntetést, amelyet az olaszok ellen töltöttek le. Újabb felvételek kerültek elő Hunter Bidenről. A 77 perces felvételt egy iPhone biztonsági mentésén találták meg, amelyet Hunter sokat emlegetett laptopján tároltak. A 2018. december 3-ai felvételen Hunter Biden barátjával, a brit művésznővel, Philippa Horennel beszélget a múltbeli drogfüggőségtől kezdve, apja egykori elnök törekvéseig törekvéseigig mindenről bármit mondok neki, amit akarom, azt elhiszi, ezt mondta Biden az apjára utalva. Ha azt mondom, hogy fontos számomra, akkor ő meg fogja találni a módját, hogy a programjának a részévé tegye. Az apám jobban tisztel engem, mint bárkit a világon, és ezt biztosan tudom, szóval nem arról lesz szó, hogy ez befolyásolja el a politikáját. Mindazok a félelmek, amikről azt gondoljátok, hogy az emberek nem szeretnek engem, vagy hogy nem szeretem magam, nem félek ettől. Tudod miért nem félek ettől? Mert az az ember, akit a világon a legjobban csodálok, az azt hiszi, hogy én egy isten vagyok, így folytatta Hunter, és az öcsém is így gondolja, szó szerint megkaptam a támogatást ahhoz, hogy tudjam bármire képes vagyok. A felvételeket azt követően hozták nyilvánosságra, hogy ritka pillanat látott napvilágot. Hunter Biden ugyanis nyilvánosan megjelent a kaliforniai Malibuban. A WHO átnevezi a majomhimlőt rasszizmusra hivatkozva. Az egészségügyi világszervezet bejelentette, hogy hivatalosan átnevezi a majomhimlőt, hogy eloszlassa a szóval kapcsolatos megbélyegzés és rasszizmus miatti aggodalmakat. A majomhimlő eddig több mint 1600 embert fertőzött meg, több mint két tucat országban. Először tavaly májusban tört ki az Egyesült Államokban, Massachusettsben, és valószínűleg Kanadából származik. A WHO főigazgatója bejelentette, hogy a szervezet szervezet a világ minden tájáról érkező partnerekkel és szakértőkkel együtt fog dolgozni a majomhimlő vírus, annak klónjai és az általa betegség nevének megváltoztatásán. Egyelőre új nevet még nem jelentettek be. A WHO jelenlegi irányelvei szerint a vírusokat nem lehet állatokról és földrajzi régiókról elnevezni. A névváltozásra azt követően kerül sor, hogy 30 tudós a múlt héten nyílt levelet írt alá, amelyben amellett érveltek, hogy sürgősen szükség van egy megkülönböztetésmentes és nem megbélyegző névre a majomhimlő vírus számára. A jelenlegi globális járvány kitörésének összefüggésében a vírus afrikai voltára való folyamatos hivatkozás és elnevezés nem csak pontatlan, hanem diszkriminatív és megbélyegző is áll a levélben. És ez a téma egyébként már korábban is előkerült különböző tudósoknál. Például arra kérték az afrikaiak a nyugati médiumokat, hogy a majomhimlő bemutatása akkor ne használjanak afriaki, afrikaiakról készült képeket, mint bármely más betegség ez is előfordulhat a világ bármely régiójában, és bárkit megbetegíthet fai vagy etnikai hovatartozástól függetlenül. Ezért úgy gondoljuk, hogy semmilyen faj vagy bőrszín nem lehet ennek a betegségnek az arca folytatódott a nyilatkozat, és hozzátették, hogy zavaró, hogy a média azonnal fekete bőrű képeket használ, amikor a majom himlőt mutatja be. A Fox News egyre kevésbé tekinthető annak a konzervatív anti-CNN-nek, melyek szerepét sok éven át betölteni látszott. A napokban egy olyan portréműsort sugároztak, amely egyértelműen a gyermeknemváltást propagálta, és ez számos konzervatív keresztény nézőjüknél kiverte a biztosítékot. Az America's Newsroom házigazdája, Dana Perino, egy 14 éves biológiai lány, Ryland történetét mutatta be, akit még 5 évesen fiúnak kezdtek öltöztetni a szülei, mivel úgy érezték, hogy szenved a lányruhákban, a Fox műsorvezetője kijelentette, hogy reméli a család története és tapasztalatai sokaknak segíthetnek. A műsort a csatorna Pride hónap sorozatának keretében mutatták be. Mielőtt Ryland egyáltalán beszélni tudott volna, közölte szüleivel, hogy kisfiú hangzott el a riport elején. Ez inspirálta a szülőket később arra, hogy elindítsák átváltozását. Ezek voltak a hírek, és akkor egy bejelentés. Nagyon sokan írtak, hogy a csak kommenteket jöttem olvasni, önostorozós része annyira nem tetszik nekik, úgyhogy úgy döntöttem, hogy heti egy alkalomra mérséklem azt, amikor negatív kommenteket olvasok, és nem is a komment, nem is amiatt elsősorban, hogy magamat ostorozzam, hiszen nyilván nem vagyok mazohista, csak nagyon sokszor olyan dolgokat vetnek fel, amikre meg jó reagálni, és ezért tartottam fontosnak, hogy nincsen tabu téma, bármiről lehet beszélni, viszont akkor ettől most megkímélném a hallgatókat, és majd legközelebb ö, olvasnék fel ö, ilyen kommenteket. Ugyanakkor egy témáról még beszélnék így a végén. Néhány napja jelent meg az Ultrahang csatornáján az az interjú, amelyet Gertner Dáviddal készítettem. Ő az, aki homoszexuális férfi prostituáltként élte az életét, ma pedig már megházasodott és gyermeke is van és heteroszexuális életet él. És az ő változásáról beszélgettünk, és nagyon sok érdekes komment érkezett ehhez a videóhoz, amit ezúton is köszönök. Én egy kicsit úgy érzékeltem, hogy nem minden kommentelő hallgatta végig a videó és azt is lehetett érzékelni, hogy volt némi szervezettség is a kommentek között, amivel nekem semmi problémám nincsen, és örülök, hogy hallgatnak minket, illetve annak külön örülök, hogy kulturált hangnemben zajlott a párbeszéd. Nagyon sok felvetés érkezett uh, Dávid múltjával kapcsolatban, például, hogy valószínűleg ő soha nem volt homoszexuális, hanem biszexuális, hogy ő neki zavarok vannak a fejében, és hogy ő egy kivétel a sok közül. Uh, nekem úgy tűnt egy kicsit, hogy ezt az LMBTQ közösségnek a tagjai jelezték elsősorban, de volt olyan levélíró is, aki elmondta, hogy abban nincs igaz a Dávidnak, hogy a homoszexuálisok között nincsen hűség, hiszen például ő hosszú évek, évtized óta ér párkapcsolatban. Tényleg nagyon köszönöm egy nemű pár kapcsolatban. Tényleg nagyon köszönöm ezeket a hozzászólásokat, és szeretném majd folytatni ezt a témát, sőt, elképzelhető az is, hogy majd valamifajta vitaműsort is szervezünk, vagy itt vagy a hitrádióban ebben a témában. Én nagyon örülök, hogyha egy-egy interjú megmozgatja a hallgatói közösséget, és jó tényleg a dolgoknak minden oldalát látni. Nagyon fontos, hogy ne legyünk szűklátókörűek, meg csőlátásúak, úgyhogy bátran írjanak a jövőben is ezzel kapcsolatban tapasztalatokat, és még egyszer mondom, arra különösen büszke vagyok, hogy normális hangnemben tudott zajlani a diskurzus. Ez volt a mai hírmix, mindenkinek nagyon köszönöm a figyelmet, viszont hallásra!